A kötelező győzelem igényével lépett pályára Kőbányán a Nyíregyházi Együttes, és a vendégek meg is feleltek a saját maguk által támasztott elvárásnak. Az első negyed végén még csak 2 ponttal vezetett az NKS, de a nagyszünetre már 10 pontra nőtt a 2 csapat közötti különbség. A folytatásban 2 szoros negyed következett, 1 ponttal ide, majd 1 ponttal oda, így végül 10 pontot győzelemmel hozta a kötelezőt Farkasinszky Gyuláné együttese. Az igazság, hogy ez a 10 pont ez a mérkőzés kezdetétől meg, tehát hogy elkezdtük a mérkőzést, megpróbáltuk úgy forgatni a csapatot, hogy ne játszassuk túl azokat a játékosokat, akik egyébként is nagyon sok játékpercet töltenek a pályán, főleg a juniorokat, akik ugye pénteken Zalaegerszegen voltak, tehát nekik azért egy kicsikét ez így nagyon húzós volt, hogy hajnalba érkeztünk, ugye vasárnap vissza kellett menni. Azokat a dolgokat, amiket meg szeretnünk volna csinálni, azokat meg tudtuk csinálni, nem kaptunk gyorsindítású gólokat, ugye ami azért fontos volt. A magas embereiket tudtuk tartani palánk alatt, annyi, hogy a kinti dobásaikra nem mindig értünk ki. Próbáltuk a védekezést is, tehát különböző védekezési formákat próbáltunk gyakorolni, mert egy olyan képességű csapat ellen játszottunk, aki azért egy igen jó szerkezetű és jó játék állománnyal rendelkező csapat. Tehát is igazából szerintem egy percig nem volt kétséges az, hogy ki fogja ezt a mérkőzést megnyerni. A sajátján kívül még egy mérkőzés eredménye volt fontos a nyíregyházi csapat számára. Mivel a listavezető MTK TFS-e 60-52-re legyőzte a Vasas Akadémia második csapatát, az NKS sorsa a saját kezében van a rájátszásba kerülést illetően. Mi is néztük az eredményt, hogy aránylag szoros mérkőzés játszott a 2 csapat. Tehát nekünk mindenféleképpen az kellett, hogy itt az MTK ezt a mérkőzést megnyerje. A későbbiekben ugye még van egy Vasas és DVTK mérkőzés, és igazából itt már majdnem mindegy, hogy ki fogja a mérkőzést megnyerni, mert utána az egymásen eredményben a DVTK-tól jobbak lehetünk. Itt nekünk egyetlen egy mérkőzés az, ami még nagyon kulcsfontosságú, az, hogy a Debrecen ellen hazai pályán mit fogunk játszani. Hát én remélem, hogy a idegenben tudunk 30 ponttal nyerni, akkor ez hazai pályán is győzelem lesz ennek a mérkőzésnek a vége, és akkor ott vagyunk a legjobb 6 közt, amin úgy gondolom, hogy ez egy óriás eredmény. Tehát évelején azért erre nem számítottunk, mert egy aránylag kiegyensúlyozott erős mezőny, ami ebbe a csoportban van. Tehát itt azért még az 5.-6. helyezett csapat is egy erős játékerőt képviselő csapat. És hogy nekünk az volt a szerencsénk azért, hogy azokon a csapatok ellen, amikor kellett, akkor egy jó játékot tudtunk hozni, és azokat a mérkőzéseket is tudtuk nyerni. Ez nem tik ellen, reméljük játszunk egy jó mérkőzést. Az amatőr NB1 zöld csoport tabelláját az MTK TFS-e vezeti 13 győzelemmel és 1 vereséggel, megelőzve a 11-3-as mutatóval rendelkező nyíregyházi kosársulit. A 2 csapat vasárnap 17 órai kezdettel találkozik a Szent Imre csarnokában.